Sárgerenda beépítése történik. Lehet látni, a felső fa az a sárgerenda, tehát gyakorlatilag egy fakoszorú, a teljesen a falakon körbe megy, össze vannak lapolva, szöggel vannak összeütve, az nagyon fontos, nem csavarra, hogy rugalmas legyen. Tehát ugye a vályogfal az ilyen mozog, és a szög föl tudja venni azt a rugalmasságot, és ez fogja elosztani a fidémgerendák súlyát. Tehát az alsó fák teljes falszélességben azok az áthidalások a nyilászáró fölé, és most itt pont úgy jött ki a magasság, hogy a nyilászáró fölötti átidolóra már jöhet a sárgerenda rögtön. Mivel kezeled ezt a fát? Kemény olajjal. Kemény olajjal. Ajánlasz mást is, vagy ez elég bőven egy ekkora gerendára? Ez teljesen elég egy ekkora gerendára. Ez teljesen jó. Okay. Kemény olaj az mélyen beszívódik a fa rostjaiba, és ott keményedik ki. Tehát más, mint a lenolaj, ami nem fog kikeményedni, azzal csak telíteni lehet. A kemény olaj az viszont különböző olajok keveréke, és gyorsan száradó. Uh-huh. És kopás állóságot biztosít.